Jónás próféta könyve első részéből olvasom az első 6 igeverset, gyertek, tiszteljük meg Isten ígét, azon, hogy felállunk. Ez a helyen az ige így van megörökítve. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az amittai fiához mondván. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatott elébe. És felkelt Jónás, hogy Társisba szaladjon az Úr elől. Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely megy Társisba, és megadván a hajóbért, beszállt abba, hogy Társisba menne velük az Úr színe előtt. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának kitja az ő istenéhez, és a hajóban levő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. De hozzáment a kormányos mester, és mondta neki, mi lehet te nagy alvó, kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Amen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, újból hála és öröm van a szívemben, hogy itt lehettek közöttetek. Egy olyan kérés jött ez alkalommal felém, hogy Jónás életéből készüljek egy epizóddal, egy olyan történettel, ami Jónással kapcsolatos, az ő jellemével kapcsolatos, az ő történetével kapcsolatos, és gondolom egyetértetek velem abban, hogy amikor Jónásra gondolunk, vagy Jónásról hallunk, akkor igencsak tudja mindenki, kiről van szó. Az egyik legérdekesebb figura, ez az ember, ez a proféta az Ószövetségben. Amikor olvassuk Jónás történetét, senki nem unatkozik. Elejétől kezdve, amikor elkezdjük olvasni Jónás proféta könyvét, olyan dinamikus, olyan változatos, nem lehet mellette elaludni, habár Jónás alszik, de miközben olvasok az egész történetet, nem tudunk aludni, annyira érdekfeszítő, annyira izgalmas, érdekes, beillik egy olyan filmbe, igaz, ami mellett az ember nem alszik. Hát Jónásról, és úgy gondoltam az első részből egy olyan témával készülök, ami is van írva, gondolom, vagy ki volt írva, hogy ébresztő Jónás, mert hát erről van szó ebben a történetben, amikor Jónás egy nagyon érdekes körülmények közepette, mégis úgy látjuk, hogy alszik a tengeren vihar közepette. Az 5. verse és a 6. verse tesszük ma este a hangsúlyt, ami így hangzik egy részben, de újból fel szeretném olvasni. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. De hozzáment a kormányos mester, és azt mondta neki, mi lehet te nagy alvó, kelj fel, kiálts a te Istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el. Mire ehhez a versekhez érnénk, látjuk azt, hogy Isten egy nagyon erős vihart, szélvihart küld a tengerre, oda, ahol ez a hajó Jónással a fedélzetén, vagy a hajó alba halad Társis felé. Hát ez a szél is, ez a vihar is Isten gondviselésének a szele volt Jónás irányában. És már itt az elején szeretnélek ezzel bátorítani, buzdítani titeket ezekben az egyetemi években, és majd utána is, hogy amikor szelek jönnek, viharok jönnek, és jönnek. Egyeseket kisebb szél ér, kisebb vihar, másokat nagyobb vihar próbáltott meg. De amikor jönnek ezek a viharok, mint Jónás esetében is, Isten gondviselése küldi ezeket a viharokat. Mert Jónásért keletkezett ez a vihar is. Isten volt ennek a viharnak a szerzője azért, hogy ezt a szökevény prófétát valahogy visszaterelje a helyes irányba, a helyes útra, amire rendelte Isten. Ezt a cél szolgálta tehát ez a vihar. Isten az övéihez küldi a vihar, a próbákat, és ez mind az ő gondviselésének a jele. Ott van a hajóban egy egyszerű, hétköznapi zsidó ember, Jónás, aki szalad Isten akarata elől. Nem akar visszatérni Istenhez. És mivel nem akar visszatérni Istenhez, ezért a szélnek fújnia kell, a tengernek háborognia kell, az egész hajónak a legénysége életveszélyben forog egyetlen egy ember engedetlensége miatt. Figyeljük meg, hogy mennyi mindent okozott Jónásnak az engedetlensége, de itt is nagyon nagy igazság van ebben az igében is, ahogy a nagy szelek fújnak, hogy
visszatereljék ezt az embert a szolgálatához. Látjuk a viharban is, hogy minden a javunkra van azoknak, akik Isten szeretik. És az ő végzése szerint hivatalos. Ez a vihar is Jónás javát szolgálta. Habár Jónás nem tudta ezt, de ő élette jött ez a vihar. És lehet vagytok itt most hasonló helyzetben. Vihar, értiteket, valamilyen nehéz megpróbáltatás. Nem látjátok most a végét, hogy az okát, a célját, miért vagytok ilyen viharban, mint hogyha felülről is ránk szakadt volna az ég, alulról is morajlik a tenger, oldalról is a szél lökdös jobbra-balra, de Isten gondviselésének a szeme ez. Valamilyen célja van, még ha nem is látjátok, nem is tudjátok, de az Úr gyermekei vagytok, az ő gondviselésének a szele mindig fúj, és mindig oda küldi a viharokat, ahova ő a legjobban jónak látja ezt. Isten erősen munkálkodott, dolgozott, hogy Jónás javát szolgálja. De milyen érdekes, hogy amíg Isten munkálkodik, ez a proféta, ez az ember, Jónás alszik. Addig, míg a vihar tombol, Jónás nyugodtan pihen és fekszik. Különös látvány ma is az, hogy Isten hatalmasan munkálkodik, ma is azért, hogy a világ legértékesebb részét, az ember lelkét megmentse. És ugyanaz a lélek pedig alszik. Pedig ez történik Jónással is, Jónásban nagyon sok fiatal emberrel és fiatal lányjal. Isten nagyon komolyan, határozottan, lendületesen, ha lehet ezt így mondani, oda rendeli ezt a vihart, megmozgatja a tengert, mindent megtesz Isten, hogy ezt az embert valahogy felkeltse, visszaterelje a helyes, útra, és milyen szomorú látvány az, és milyen különös látvány az, hogy ma is Isten annyi mindent tesz az ember életében. Küldi a viharokat, küldi a megpróbáltatásokat, küldi a különböző próbákat, csak azért, hogy téged vagy engem visszatereljen a helyes útra, és ugyanaz az ember alszik, nem törődik vele. Hát ez történik itt ezen a helyen. Isten fölötte viharosan munkálkodik, és kedves lélek, lehet körülötted is minden viharosan munkálkodik, és pont te meg alszol, mint ahogy ez a szökevény proféta. Két dolgot szeretnék megfigyelni az igéből veletek együtt ma este. Ennek az embernek az életéből ki volt Jónás, és hol található Jónás? Azért foglalkozunk ezzel, mert meg vagyunk róla győződve, hogy nagyon sok modern Jónás létezik ma is. Fiatalok között is, és idősek között is. Sok ilyen szökevény hívő ember létezik ma is. Habár nem kell megjárjuk azokat a mélységeket, hogy egy cethal gyomrán keresztül jussunk megtérésre, de ma is nagyon sok ilyen ember van, akik alusznak. Ezért is a címe ennek a ma esti előadásnak az, hogy ébresztő, és nagyon remélem, hogy nem pont az ellenkező hatást fogjuk elérni a végére, hogy mire a végére érünk, mindenki elalszik. Hát nagyon reméljük, hogy nem így lesz. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy történetet mondani nektek, ezzel kezdeni. Egy gyülekezetben egy lelki pásztor észreveszi, hogy az egyik bácsi állandóan alszik, és nem tudott mit csinálni vele. Próbálta úgy is, hogy hangosabban, nyomatékosabban mond ki egy-egy szót, hát arra felébred, próbálta úgy, hogy lassan, mindenfélét megpróbált szegény lelkipásztor, nem tudta ezt a bácsit felébreszteni. És hát már egy kicsit elcsügget, hogy milyen eszközök közt tudjon folyamodni, hogy ébressze már fel ezt az embert. És észrevette, hogy mellette ül az unokája ott a padban, és alkut kötött az unokájával, hogy figyelj ide, kapsz tőlem havonta 5 lejt, hogyha bögdösöd nagytatádat, és nem engeded, hogy aludjon az Isten tisztelet alatt. Ez lesz a te feladatod. Bögdösed, és tartsad ébren, figyeljen oda a prédikációra, nem szép dolog, hogy alszik. Minden hónapban meg fogod kapni ezt a jutalmat. És ment is a dolog, egy darabig bögdöste a tatát az unokája, de egy pár hét leforgás után megint látja, hogy csak alszik ott az unokája mellett. Hát mi történt? Alszik. Előveszi a az unokát a lelki pásztor, hogy hát nem megegyeztünk, hát arról volt szó, hogy felébreszted tatát. Igen, csak tata 10 lejt ad havonta, hogy engedjem aludni. Ügyes volt a gyerek, beinkasszálta a 10 lejt is, az 5 lejt is, ő jól járt. Na hát reméljük, hogy nem alszik-e senki az alkalom végére. De nézzük meg először Isten igéből azt, hogy kicsoda volt ez a proféta, és hiszem, hogy van mit tanuljunk bőven ennek az embernek az életéből. Ki volt ez a Jónás?
Hát először is gondolom mindannyiunk előtt érthető és világos, különösebb bizonyítékra nem szorul az, hogy Jónás egy hívő ember volt. Nem volt bálványimádó ember. Jónás egy zsidó ember volt. Az élő, igaz Istent ismerte, és imádta is, tisztelte a Jehovát. És még csak nem is szégyelt ezt. Büszke volt arra, hogy ő az élő Istent ismeri, és tiszteli. Még akkor sem szégyeli, figyeljétek meg, amikor viselkedése nem jó példát mutat, nem jó fényt vetít erre a Szent Istenre. Mert amikor kérdőre vonják ott a hajó legénysége, hogy ki fia bórja, ki vagy te itten, figyeljétek meg, hogy mit mond ez a Jónás. Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem én, aki a tengert és a száraz teremtette. De figyeljétek meg, hogy hívőségével együtt, azzal együtt, hogy talán egyedül van a hajó fedélzetén, aki az egyedüli, élő, igaz Istent ismeri és tiszteli és imádja, nem volt bálványimádó, az egész hívőségével együtt ez az ember ott alszik, és nem csinál semmit, amikor kellett volna csináljon valamit. Ó, kedves hívő fiatalok, lehet, hogy hasonló körülmények között vagytok ti is itt. Jónás az ő viselkedésével nem sok jót mutatott be az Isten követésről. Ő neki nem aludni kellett volna ebben a helyzetben. És az ő viselkedését is jönnek ezek a pogány emberek, és kérdőre vonják, és ő bevallja. Ez mondjuk tiszteletre méltó Jónásnál, hogy nem szégyeli. Még akkor is, amikor viselkedésével tudja, hogy nem jól csinált, de nem szégyeli azt, hogy egy hívő ember és az élő Istent imádja. Vajon hányan vannak itt közöttetek, akik Jónáshoz hasonlóan a viselkedésetekkel nem jó fény mutattok Istenre? Lehet, hogy nem tagadjátok meg Istent az osztályba, vagy a tanárok előtt, rokonok előtt, ismerősök előtt, de viselkedésetek nem a legjobb fényt mutatja be az embereknek. Olyanok, akik Isten népéhez tartoznak, de nem úgy viselkednek, ahogy kellene, nem arra tartanak, amerre kellene. Tehát Jónás egy hívő ember volt, ez nem vitás, nem kérdéses. A másik, Jónás egy imádkozó ember volt. Az egész hajó legénysége közül egyedül Jónás volt az az ember, aki tudta, hogy hogyan kell helyesen és kihez kell irányítani az imádságokat. Ő ismerte az élő Istent. Igaz, hogy a többiek is imádkoztak a hajó fedélzetén, ezt olvasuk az igében, de azok hiába való imák voltak, mert hiába való istenek felé irányították ezeket az imákat, bálványokhoz. Nem lehet azokat imádságoknak mondani. De itt van ez az ember Jónás, aki tudja, hogy hogy kell imádkozni. Tudja, mit jelent az élő Isten dicsérni és tőle nagy dolgokat kérni, és ez az ember pont alszik. Pont neki nem kellett volna aludnia. És azért mondom ezt ilyen nyomatékosan, mert olyan sok hívő fiatalra érvényes ugyanez a kép. Ti, kedves fiatalok itt Kolozsváron, akik itt vagytok ilyen-olyan egyetemeken, ki tudja, egy éve vagy már négy éve, és megvagytok térve. Ti, akik ismeritek az Úr Jézus Krisztus személyesen, akinek a szívébe költözött a drága Szentlélek, és unszol titeket az Istennel való kapcsolatra, közösségre, az imádkozásra. Ti, akiknek a kezétben van a mennyország kulcsa, és kérhetnétek nagy dolgokat. Ti, akiknek az imádságára Isten megnyithatná az eget, és adhatna megújulásokat, ébredéseket, megtéréseket itt Kolozsváron az egyetemisták között. Vajon nem-e alusztok? Milyen jó lenne, hogyha magunkra értenénk ezt az esetet is itt, ami Jónással történik itt ezen a helyen. Nem aludhattok ti sem, én sem egy ilyen helyzetbe. Hát ez óriási botrány, nem? Mi, akik tudjuk, hogy hogy kellene imádkozni. Mi, akik az élő Istent ismerjük igazán. És van egy élő kapcsolatom az Istennel. És kérhetünk nagy dolgokat tőle, ahogy az Úr Jézus megígérte nektek és nekem is. Kérjetek, és adatik nektek. És közben mi alszunk, vagy ti alusztok, hát ez nagy szégyen. De ez történik itt Jónással is. Jónás imádkozó ember volt. De nem csak imádkozó ember volt Jónás, hanem Isten profétája is volt, ami még jobban súlyosbítja az ő helyzetét. Olyan ember volt Jónás, akihez Isten maga beszélt, és felruházta egy különleges üzenettel. Isten szolgája volt. Létezik, hogy Isten szolgája is elhanyagolhatják kötelességüket, mint Jónás tette itt ezen a helyen. Jónás Isten profétája volt, egy látó volt, de most nem lát semmit, mert alszik. Egy vigyázó kellett volna, hogy legyen, de most nem vigyáz, hanem alszik.
Létezik, hogy Isten szolgája alszik. Azt várnánk el, hogy Jónás végzi a feladatát hűségesen, mint a többi proféta, viszi az üzenetet oda Ninivébe, ahova Isten küldi, de nem ez történik, hanem Isten szolgája, ez a proféta alszik. Hadd kérdezzem meg tőletek, ti, akik Isten szolgái vagytok, akik elindultatok ezen az úton, és megfogadtátok, talán a keresztségkor, vagy még előtte is, vagy talán utána is, hogy az Urat fogjátok szolgálni, és az ő üzenetét fogjátok továbbítani a kározatba rohanó világ felé. Vajon nem igaz ez felőletek is? Vajon nem alusztok lelkileg? Jónás nem kellett volna itt aludjon. Isten embere volt, Isten szolgája volt. És Isten fel akarta használni jóra, más emberek megmentésére, üdvösségére, és ez az ember alszik. Nem kellene ilyenkor aludni. Akinek a szájába Isten komoly üzenetet adott, hogy vigye a kárhozatba rohanó világ felé, ez az ember alszik. Hadd kérdezzem meg, te mit csinálsz, testvérem? Itt el vagy foglalva az egyetemi évek között annyi tanulásról, és biztos, hogy sokat kell tanulni. De a sok tanulás mellett nagyon könnyű lelkileg elaludni. Nagyon könnyű egy olyan helyzetbe kerülni, mint ahogy Jónás is került itt ebben az esetben. Mert nem Jónás volt, akinek itt aludnia kellett volna. Máshol jobban elképzeltük volna, de pont Jónásról, és hadd mondjuk ezt rólatok is, másról, az egész egyetemen, akik nem ismerik Istent, el lehetne jobban képzelni, hogy alusznak lelkileg, érdektelenek. Nincs semmi közük Istenhez, de rólad, rólunk, akik az Urat ismerjük, hát ez egy nagy botrány, ez egy szégyen, hogyha mi alszunk lelkileg, és nem vagyunk a helyünkön. Jónás Isten prófétája volt, de ugyanakkor egy különleges üzenet hordozója is volt, küldetése volt. Pont akkor, amikor Jónás aludt, nem csak, hogy Isten prófétája volt, hanem egy különleges küldetése volt Istentől. A nagy király lepecsételt üzenetét kellett, hogy vigye Ninivébe. Még az is lehet, hogy abban az időben Jónás volt az egyetlen ember az egész föld színén, akivel a mindenható Isten beszélt és kommunikált. Azért ez nem kicsi dolog. És pont ez az ember, akit Isten fel akar használni, hogy ezt a küldetést betöltse, ez az ember alszik. De hadd kérdezzem meg tőled, te nem vagy egy ilyen különleges üzenet hordozója? Nem ismered a megváltás üzenetét, az evangéliumot? Dehogy nem. Nem érünk rá aludni, ti sem, én sem, nem érhetünk rá. Ha elvégezte Jónás, elvégezte volna küldetését, esetleg akkor lefeküdhetett volna kicsit pihenni. De nem végezte el. És hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek mi elvégeztük a munkánkat? Még a fele sincs elvégezve. Hogy? Amikor annyi fiatal itt ebben a városban is megy a kárhozat felé? Nincs elvégezve a munkánk. Nem szabad ezt megengedjük magunknak, hogy lelkileg aludjunk, vagy hogy álmosak legyünk. Hát ilyen ember volt ez a Jónás, hívő ember, imádkozó ember, Isten prófétája, Isten szolgája volt, különleges üzenet hordozója volt ez az ember, épp ugyanúgy, mint ma egy megtért fiatal. Igaz? Hívő ember, imádkozó ember, és ezzel az egész nagyon jó jellemzőkkel együtt ez a Jónás alszik. Vajon nem-e téged rajzol le az ige ma? Vajon nem-e rólad van szó, mint modern Jónásról, mint egy szökevény hívő fiatalról, aki itt vagy egy velekbe a többiekkel, de mégis alszol a hajófenéken, lelkileg. Nem-e rólad van-e szó? De hogy még közelebb jöjjünk, és lássuk meg ennek a történetnek a nagyon komoly, vagy még komolyabb üzenetét, nézzük meg, hogy hol található ez a Jónás. Hol volt Jónás? A hajó belsejében volt, vagyis egy olyan helyen, ahol azt gondolta, azt remélte, hogy nem veszik észre, és nem zavarják. Leereszkedett a hajó belsejébe, és ez volt neki a célja. Igaz, itt van a háborgó tenger, túl zajos, ilyen zajos tenger, nél nem lehet pihenni rendesen, lemegy a hajó aljába, és ottan lefekszik, és egy olyan helyre igyekszik menni, olyan helyet keres magának a hajón, ahol nem veszik észre, és ahol nem zavarják. És ezt teszi ez a mi emberünk itt, ezen a helyen. Nem volt a fedélzeten sem, hogy a többieknek segítsen. Olyan messze félre vonult mindenkitől és mindentől, amennyire csak lehetséges volt. Elvonult mindenkitől, hogy ne vegye észre senki. És vannak ilyen hívő fiatalok, tudjátok meg. Lehet, hogy épp rólad van szó. Nem feltétlenül él bűnben az a fiatal, csak félre vonul. Annyira, amennyire csak lehetséges, hogy ne vegyék észre őt az emberek.
Egy olyan helyet keres magának ez a Jónás, hogy ne vegyék észre, senki ne zavarja. És vannak ilyen fiatalok, akik el vannak ők a többi fiatalok között, de élik az ő kicsi világukat, mint megtért hívő fiatalok, mint újjászületett hívő fiatalok. Nem akarják, hogy mások zavarják. Nem-e rólad van szó? Nem-e te is egy ilyen helyet foglalsz el itt a Kolozsvári Egyetemen? Nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy olyan helyen vagy, hogy egy elvegyülsz a nagy társaságban, nem akarsz persze ott elől lenni, elbújsz te is egy olyan helyre, ahol nem zavar senki, ahol engedik mindenki, hogy éljed a te kis életedet nyugodtan. Vajon ilyen vagy te, kedves testvére? Kedves ifjú, fiatal ember vagy fiatal leány? Vajon te emlékezzél csak vissza, amikor elindultál ezen az úton? Emlékezzél csak vissza arra a buzgóságra és arra sok szép ígéretre, amit mondtál az Úr Jézus Krisztusnak. Uram, én követlek. Uram, én megvallak téged bátran országvilág előtt. Vajon nem a mostani életed pont az ellenkezője? El vagy bújva az osztályba, el vagy bújva nagy egyetemen, még itten az egyetemisták között is, a hívő egyetemisták között is, valahol ott a szélen vagy, nem akarod a vizet zavarni, el akarsz te is bújni, éled a magad világát, hogy ne zavarjon senki. Pont akkor, amikor neked is harcolnod kellene, meg nekem is, meg mindannyiunknak, imádkozni kellene, buzgóan, az elveszett emberekért, a közösségért, a fejlődésért, a tanítványságért és még annyi mindenért kellene és lehetne imádkozni. Nem-e rólad van-e szó? Olyan helyen van Jónás, ahol nem kellett imádkozni. Hadd mondjam ezt, ha lehet mondani erről a prófétáról, hogy Jónás elbújt az imaórától. Milyen imaórától, kérdezitek? Figyeljétek meg, hogy ott a fedélzeten ezek a pogány, hitetlen emberek, ez mind imádkozik. Persze hamis istenekhez, bálványokhoz. De ez a Jónás elmegy egy olyan helyre, ahol nem kell imádkozni. És hadd mondjam el, hogy pont ilyen időket élünk megint, hívő fiatalok között, de lehet nem csak a fiatalok között. Az imádkozás szinte padlón van. Nagyon egyszerűen magyarul fogalmazva. Pont akkor, amikor oda kellene szegődni valakihez, vagy valakikhez, te, gyere imádkozni. Én érzem, hogy nekem szükségem van arra, hogy közösségem legyen valakivel. Hívjuk segítségül az Úr nevét, mert annyiszor elesek, annyiszor elbukok, annyiszor elcsüggedek, nem látom az összefüggéseket. Életem fölött ott van egy sötét felhő, kell valakivel imádkozzak. Legyen bátorságotok a kezdeményezésre. Megszólítani egyik a másikat, imádkozni kell, mert ha nem imádkozunk, a mi hívő életünk fejlődni biztos nem fog. Nem fogunk előrébb jutni, és nem lesz fegyver a kezünkben. Olyan helyen van Jónás, figyeljétek meg, ahol észre sem veszi, mi történik körülötte. És itt nagyon szeretném, hogy figyeljétek, mert ez igaz azóta is minden ilyen állapotban lévő emberre. Először ő kereste azt a helyet, hogy mások ne vegyék észre. És talált is egy ilyen helyet. És mivel egy ilyen helyet keresett, hogy ne vegyék észre, ő került egy olyan helyre, hogy ő se vette észre, hogy mi történik körülötte. Nem vette észre, hogy fent a legénység sűrök, forog, mindent megtesznek, dobják ki a holmikat, csak hogy az életüket mentsék, megmentsék a hajót, az egész legénységet. Mindenki mozgásban volt, de Jónás erről nem tudott semmit. Ott volt a hajó aljában, és nem vett észre semmit, ami körülötte történik, nagy dolgok, viharok. És kerülhet egy ilyen helyzetbe egy hívő, megtért fiatal is. Ó, kedves fiatal barátom, testvérem, te, aki az Úr gyermeke vagy, és igyekszel talán egy olyan helyre kerülni, hogy ne vegyen észre senki. Félő, hogy egy olyan helyzetbe kerülhetsz, mint Jónás, hogy elő vagy utóbb, te nem fogod észrevenni, hogy mi történik körülötted. Nem fogod észrevenni, hogy ott az osztályban, az egyetemen emberek fognak elkárhozni melletted, vagy éppen a tanárod. Neked mindegy. Neked mindegy. És milyen sok hívő fiatal van ilyen helyzetben? Keresik azt, hogy ne vegyék észre őket, és egy olyan, mondjam így, áldatlan helyzetbe, pozícióba kerülhettek, ha egy ilyen helyzetbe akartok kerülni, hogy nem veszitek már ti észre, hogy mi történik körülöttetek. Nem veszitek észre, hogy mások munkálkodnak. Nem veszitek észre, hogy Isten hatalmasan munkálkodik, küldi a viharokat, küldi a morajló tengert az életetekbe, csak hogy az emberek lelkét megmentse, üdvözítse, és nem veszed észre.
Nem veszed észre talán, hogy szüleid, ha nincsenek megtérve, el fognak kározni. Valaki fel kéne ébresszen. Vagy talán testvéred, rokonaid, barátaid, legjobb barátaid, osztálytársaid, együtt vagy vele, ki tudja hány éve is, nem veszed észre. Megszoktad azt az állapotot, hogy ott van mellette, de nincs megtérve. Nem bánt téged az, hogy el fog kározni? Nem bánt téged az, hogy lelke még sötét, nincs ott a Szentlélek, és hogyha így fog meghalni, vége neki. És hogyha neked mindegy, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy te lelkileg alszol. Te is egy ilyen helyre kerültél, mint Jónás. Olyan időket élünk, amikor ha valaki alszik, akkor az nem egy hívő fiatal fiú vagy leány kellene, hogy legyen. Ó, kedves fiatalok, nem tudom, hogy hogy fejezem ki magam. Nyomatékosan, vagy hogy érezzétek, hogy a szívemből jön, vagy hogy az Isten szívéből jön ez. Olyan időket élünk, amikor a hívő fiatalok nem kellene, hogy aludjanak. Ha valaki más alszik, az pont a hívő fiatalok nem kellene, hogy aludjanak. Ennek a világnak szüksége van rátok, kedves fiatalok. És most nem menjünk olyan nagyon messze ennek a városnak. Mennyi magyar egyetemista van ebben a városban. Ezeknek mind szüksége van rátok. Alvó lelkeket kellene felébreszteni. Bánatos lelkeket kellene megvidámítani. Tudatlan lelkeket kellene tanítani. Kereső lelkeket kellene útba igazítani. Annyi van, annyi munka van. Csak ez nem kell aludni, nem szabad aludni. Ó, az Úr adjon nektek, nekem egy ilyen lelki ébredés, hogy lássuk meg, hogy szükség van arra, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus. Ébredj fel, te, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus, ahogy mondja Pál az egyik ígében. Ha őszinték vagyunk, minden oldalról szól hangosan a trombita szó, hogy ébresztő, menjetek lelkeket menteni. És csak tőletek függ, mennyire veszitek és veszük észre Istennek ezt a hívó hangját. Mert mi mindannyian papok vagyunk, egyetemes papságot vallunk, nem? Mi mind misszionáriusok vagyunk. Nekünk a lélek mentésben kellene foglalatosak legyünk. Biztos, hogy említettem az előbb, hogy itt vagytok egyetemen, összpontosítani kell a tanulásra, a leckékre, biztos, ezt nem tagadom. De ezek fölött és mindenek előtt, ha hívők vagytok, ha megvagytok térve, az Úr gyermekei vagytok, ez az első, mert ez örök érvényű. Ettől függ az emberek lelkének örök sorsa. Megtér, vagy nem tér meg. Megnyerjük az Úrnak, vagy nem. Ezen kellene munkálkodni, és az Úr bőségesen ad nektek lehetőséget a szolgálatra. De aki így alszik, nem várhatja az Úr áldását. Alszik, figyeljétek meg tovább ezt a prófétát, alszik, amikor a pogány világ is megfedi őt. Ezek a pogányok hitetlenek ott a hajó fedélzetén imádkoznak, Isten embere pedig alszik. Végül az történik, hogy jön a kormányos mester, és lemegy oda Jónáshoz, és oda megy hozzá, és azt kérdi tőle, mi lelt te nagy alvó? Milyen szomorú helyzetbe került ez az ember, hogy egy hitetlen ember kellett megfedje. Vagy mondjam inkább úgy, Isten egy hitetlen embert kellett felhasználjon, hogy felébressze ezt az embert. Mi lelt te nagy alvó? Nem látod, hogy a többiek imádkoznak? Hát kiállj te is a te Istenedhez. És ez a hitetlen ember tudja, hogy Jónásnak mit kellene tenni. Találkoztatok már olyan fiatalokkal, lehet, hogy találkoztatok, én találkoztam, olyan fiatalokkal, vagy idősebbekkel is, akik nincsenek megtérve, hitetlenek, de jobban tudják, hogy egy hívőnek mit kellene tenni, és hogy kellene beszélni, mint a hívő ember. Volt már rá példa az én életemben is, és egyáltalán nem vagyok rá büszke, orcán pirulása ezért, amikor hitetlen ember kellett hozzám jöjjön, és azt mondja, hogy neked nem kellene ezt csinálni. Neked imádkozni kellene, vagy neked az imaházba kellene legyen a helyed. Volt idő rá. És amikor odáig fajul a helyzet, hogy egy hitetlen ember kell nekünk, hívőknek megmondja, hogy imádkozni kell, hát akkor ez egy szomorú helyzet. Nagyon szomorú helyzet. Jónás egy ilyen helyzetbe került. De kerülhettek ti is egy ilyen helyzetbe, hogyha nem vigyázunk és alszunk lelkileg. Nagyon szomorú. De miért aludt Jónás? Tegyük fel a kérdést, hogy mi okozta Jónásnál ezt az alvást? Hát miért aludt ez az ember? Hogy tudott egyáltalán ilyen viharban, nagy zajban aludni ez a proféta? Engedetlenségben volt. Igaz, ezt ne felejtsük el Jónásról, ő engedetlenségben volt, mert nem ott volt, ahova Isten rendelte. Ami azt jelenti, hogy bűnben volt ez a proféta, mert minden engedetlenség bűn. Isten azt mondta neki, menjél ide, és ő ment egy másik irányba. Engedetlen lett.
és mivel egy ilyen engedetlenséget engedett be az életébe, bűnt beengedte, és hadd mondjam el, amit úgy is tudtok, hogy a bűnnek van egy olyan jellemvonása, természet, hogy el tudja altatni nagyon könnyen az embert lelkileg. Sőt, mondjam azt, hogy a bűn az első számú ellenségünk. A bűn olyan könnyen el tud minket altatni lelkileg, hogyha nem vigyázunk, és hogyha nem ébrezgetjük magunkat, vagy nem kiáltunk az Úrhoz, hogy elevenítsen meg, naponként ébresszen fel, úgy elaludhat az ember, hogy örökké alva marad, aludva marad. És ez egy veszélyes állapot, nagyon szomorú állapot. Lelki közömbösségnek, alvásnak mindig a bűn az oka. És lehet, hogy pont rólad van szó megint. Lehet magadra ismersz, kedves fiatal, hogy úrrá lett rajtad ez a lelki közömbösség, az imádkozás hiánya. Te is, hogy el vagy vesződve a nagy tömegben, te is keresel egy helyet, hogy ne vegyen észre senki, nehogy te is legyél egy ilyen modern Jónás. Nehogy érted, legyen megörökítve ez az ige. De ha érted, van megörökítve, akkor ma este Isten téged és velem együtt fel akar ébreszteni. Ébresztő Jónás, te nagy alvó! Nem látod, hogy mindenki segítségért kiáll, te meg alszol. Amúgy Jónás története, csak ez a rész esemény, amit felolvastunk, jelképezi a megtéretlen embereket is, mert eddig üzenet volt a megtért fiatalok számára, mondjuk így. De van itt üzenet bőven Jónás megtéretlen emberek felé is. Veszélyben volt ez a Jónás, mert egy vihar küldött utána Isten. Figyeljük meg, most egy kicsit egy másik szemszögből az egészet. Van itt köztetek olyan, és biztos, hogy van, akik nincsenek megtérve. De lehet, hogy szeretnétek megtérni. Eljöttetek ide Kolozsvára, egyetemre, egy viszonylag veszélyes, sikamlós terület, de lehet nagy áldás is. Lehet, hogy itt van egy olyan reménység a szívetekben, hogy talán itt találjátok meg életetek célját, az Úr Jézus Krisztust, Istent. És hadd mondjam el, hogy itt Jónás történetében bőségesen van üzenet egy ilyen ember számára is, aki nincs megtérve, aki még keresi az üdvösséget. De azt tudni kell, hogy Jónás egy ilyen állapotban ott a hajó alján nagyon nagy veszélyben volt. Az ő élete is veszélyben volt, és az egész legénység élete veszélyben volt. És egy ilyen veszélyes állapotban van minden fiatal, aki nincs megtérve. Egy nagyon vékony fonal választ el téged az örök kározattól. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. És ne felejtsétek el, hogy élni, mondta egyszer valaki nagyon bölcsen, élni lehet Isten nélkül, így vagy úgy, de meghalni Isten nélkül nem lehet. Borzasztó. És erre gondolni kell, mert nem tudhatjátok, ti sem, én sem, meddig tart a ti életetek fonala, meddig dobban a ti szívetek. Annál borzasztóbb nincs, nem tudok elképzelni, és együtt mondom azokkal, akik itt meg vagyunk térve, nincs annál borzasztóbb, amikor valakinek a szíve úgy dobban utoljára, hogy nincs ott benne az Úr Jézus Krisztus. Az valami szörnyű. És hogyha nincs a szívedben az Úr Jézus Krisztus, ma este még szól hozzád. Ezen az üzeneten keresztül is Isten lelke hív téged a megtérésre. Hogy tudsz te ilyen állapotban egyáltalán egyetemen lenni? Úgy megkérdeztem magamtól. Hát én nem tudnék egyetemet végezni, most már így, megtért fejjel. Ha nem vagyok megtérve, hát én félnék minden egyes nap. Hogy tudsz nevetni? Hogy tudsz egyáltalán órákra menni Jézus Krisztus nélkül? Nem tudom ezt megérteni. Ezért imádkozni kell. Lehet te is alszol, amikor annyi minden ébresztene téged. Ahogy említettük, volt ott Jónás esetében nagyon sok zaj, sürgés, forgás, morajlott a tenger, alulról, felülről jött a vihar, jobbról, balról szél, és itt van ez az ember és alszik. Pedig ebben az egész viharban Isten munkálkodott, hogy ezt az embert felébressze. És így van, lehet most veled is, kedves ifjú, fiú vagy leány. Látod, ahogy barátaid egyik a másik után megtérnek, és irigykedsz. Látod, ahogy talán szüleid megtértek, vagy testvéreid, vagy egész családod, és már csak te maradtál egyedül, mint egy fekete bárány a családba, aki nincs megtérve. Miért ne lehetne ez az este az, amikor Isten Jónáson keresztül téged felébreszt, és azt mondja, ébresztő, és most tedd oda be a te nevedet. Ébredj fel, és fogadd el az Úr Jézus Krisztust. Van bőségesen üzenet felétek is. De te is alszol, pedig az imádkozás megmenthetne téged. Nagyon. Jónás nem imádkozott, pedig az imádkozás megmenthette volna a nagy vihartól, sok problémától, sok szívfájdalomtól, de nem imádkozik ez az ember.
És neked is ugyanezt mondjuk, kedves ifjú, hogy imádkozhatnál. Mert imádsággal nagy dolgokat lehet elérni. Imádsággal sok győzelmet lehet aratni. Hív segítségül az Úr nevét, ahogy mondja az ige, nyomorúság idején. Mert ha száddal vallást teszel, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta az Úr Jézust a halálból, megtartató lesz, mondja az ige. Ki van terítve az áldás mindannyiunk előtt ma este, és hadd fejezem be ezzel. Ébredés, megújulás, imádkozás lehetősége, annyi van. Úgy tudom elképzelni ezeket az áldásokat, mint egy nagy asztalt, ahova Isten elhelyezett mindent, amire nektek és nekem szükségünk van. Bátorság, erő, lelki ajándékok, megtérések, megújulások, mind ott van egy asztalon. És el kellene kérni ezeket imádsággal. De az az ember, hadd mondjam el, aki előtt ott van egy megterített asztal, és nem nyújtja a kezét az eledel után, hát méltó arra, hogy meghaljon. Jogosan hal meg. Vagy ott van az az ember, aki felé nyújtanak egy pohár vizet, mikor szomjas, és nem nyújtja ki a kezét a víz felé, hát akkor jogosan hal meg. És hogyha Isten nyújtja ezeket az áldásokat feléd, és nem nyújtod ki a te kezedet, ilyen áldások után, a megújulás után, az örök öröm után, ahogy hallottátok az áhítaton, hadd mondjam el, te elaludtál. Te egy alvásban vagy. Egy lelki alvásban vagy. Ha nem érdekelnek téged ezek az alvások, ezek az áldások. De hadd mondjam el azt is, hogy egyszer majd felébred minden ember, ha alszik, ha nem, majd az utolsó napon, amikor egy trombita fog szólni, és egy angyal fogja megfújni, na de arra aztán minden ember fel fog ébredni. Csak akkor az lesz a probléma, hogy ember hiába fog hívni téged, ha Isten már nem hív. És eljön egy ilyen idő is erre a világra. Amikor lehet emberek hívnának téged a megtérésre, de Isten már nem hív. Már lezárult a kegyelem ideje. De most még nyitva van, most még lehetőség van rá. Készülj Istened elé, mondja Isten ígéje. Hadd mondjam azt is nektek, hogy sokan itt az ifjúságban, az egyetemista ifjúságban imádkoznak azokért, akik nincsenek megtérve. Rendszeresen imádkoznak. És imádkoznak viharokért. Imádkoznak szelekért. Azért, hogy ez a tenger legyen egy morajló tenger itt Kolozsváron az egyetemen, hogy ébressze fel az alvó lelkeket, a megtéretlen lelkeket. Itt nagyon sokan imádkoznak, értetek. Most szólok a megtéretlenekhez. Engedjetek ti is ennek az imának, vagy csatlakozzatok ti is az imádkozó seregébe. És legyen ez a jelszó erre az évre, vagy a következő 4 évre még itt lesztek Kolozsváron ébresztő Jónás, és Jónásról jusson eszetekbe. Nem szabad aludni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy aludjunk. És hogyha nem imádkozunk, beleeshetünk mindannyian egy ilyen lelki alvásba. Én kívánom nektek szívből, és ezzel be is fejezem, hogy imádkozzatok szüntelen, keressetek, zörgessetek, addig még lehetőség van rá. Ne kerüljetek ti is egy ilyen áldatlan állapotba, lelki alvásba. Nagyon sokan alusznak lelkileg. Nagyon sok gyülekezetben ez a helyzet. Rá van telepedve szinte gyülekezeteinkre egy ilyen lelki alvás. Fiatalokra, idősekre is talán egyaránt. De van egy lehetőség felébreszteni egyik a másikunkat. Tegyük ezt!